Az ország legszebb adventi terének nevezte Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő miniszterelnöki megbízott az EGRIT. Arról is beszélt, a harmadik adventi vasárnap a várakozásról szól, és a harmadik gyertya az örömöt, az örvendezés szimbolizálja. A képviselő összegzett, felsorolta a közös eredményeket. Nagyon fontos, hogy a területfejlesztési operatív program keretében, ami egy több mint 10 milliárdos városfejlesztést jelent majd Egernek, ott az előkészítési munkálatok nagyon szépen haladtak ebben az évben, és elmondhatjuk, hogy az országban szinte elsőként, vagy mindenképpen az elsők között tudjuk ezeket a támogatási szerződéseket évvégig 100%-ban megkötni. Említette a Modern Városok programot, az Egert az autópályával összekötő utat, a vár felújítását és jövőbeli fejlesztését. A cél azt fogalmazott, hogy a fejlődés folytatódjon. Azt kívánta, legyen fehér karácsony, tudja élvezni mindenki az otthon melegét, meg tudja élni a pillanatot, a város pedig fejlődjön, az itt élő emberek boldoguljanak. Rázsi Botond alpolgármester arról szólt, advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, de nem mehetünk el a szenvedések mellett, és amellett a kérdés mellett, hogy vajon tudunk-e jobbítani, változtatni a világon. Nagyon sok olyan esemény van, nagyon sok olyan szenvedés van a világban, ami mellett néha csak értetlenül állunk, és kérdezzük magunkat, hogy tudunk-e tenni valamit. Arra kérte a téren lévőket, gondolják át, mit kell tenni külön-külön és együtt is, hogy öröm legyen a világban. Amikor az öröm gyertyájára tekintünk, rájövünk, hogy milyen kevéssé tudunk örvendezni, mondta Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész. Tegyél most szabaddá bennünket, kicsiket és nagyokat, ifjakat és véneket az örömre. Isten igéjét maghoz hasonlította, amely ha nem hullik jó talajra, nem lehet csodálkozni, ha nem képes örülni az ember szíve. Hiába a legszebb ajándék, ha a szívünk sötét marad, fogalmazott a lelkész. Kitért arra is, a karácsony nagyon jó üzlet világszerte, ez kell sokaknak, a pénz és a mögötte lévő hatalom. Azt mondta, az örömre való képességünket Istentől magként kapjuk ajándékba, a felnevelése a mi felelősségünk. Az egri adventi koszorún meggyújtották a harmadik rózsaszín gyertyát, az öröm gyertyáját.